Világgá gurulás Irán. Ott hagytuk abba, hogy megérkeztünk Tebrizbe. Innen némi városnézés után egyből útra is keltünk az ország óriási, több mint 9 milliós népességű fővárosába, Teheránba. Hát, nem jutottunk el oda. Hogy miért? Az egyik benzinkúton a Mamlas benzinkutas benzinnel tankolta tele a dízeles terepjárót, pedig kétszer is el lett neki mondva, hogy a járgány gázolajjal megyen. Az autómentők és az autószerelők pedig jól lehúztak minket, sőt, utóbbiak ellopták a bikázót, és az utcaink között is turkáltak. Az iráni riál az egyik legértéktelenebb valuta a világon, egy dollárért ott jártunkkor 580 ezer riált adtak. Elkészült a kocsi, második nekifutásra már sikeresen eljutottunk Teheránba. Itt a szemkápráztatóan szép Golesztán palotát tekintettük meg, ami az iszlám köztársaság megalakulásáig az iráni uralkodó hivatalos székhelye volt. Ezt követően a Nemzeti Múzeumot látogattuk meg, ami átfogó képet adott az ország történelméről. A Sadabad kulturális és történelmi komplexum után Iszfahán felé vettük az irányt. A teheráni és iszfaháni látványosságokról Norbi fog majd bővebben mesélni nektek a Pamkutya csatornán. Mi térjünk rá arra, ami Iszfahán után következett. Nincs megállás a mozzarellával. Lájkold a videót, ha tetszett, további tartalmakért pedig kövess be!